Tokaj kopasz hegyét csodálva fürdőzhetnek a rakamati szabadstrand vendégei. Bár a szezonnak már vége, a nyár utolsó heteiben már üzemeltek a Tutajos Beach új szolgáltatásai. Ezek a térfigyelő kamerák a vagyontárgyak megőrzésében játszanak fontos szerepet, az új napozó ágyak és ernyők pedig a pihenés komfortérzetét javítják a Tiszaparton. A kisgyermekes anyukákra is gondoltak a fejlesztések tervezésénél, szerették volna családbarátabbá tenni a komplexumot. Többek között kialakításra került baba-mama szoba, tehát kettő darab helyiség teljes bútorzattal, fiú-lány WC felújításra került. Az ide látogatók értékének biztonságát, illetőleg a bűnmegelőzést szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítése, széfek, zárha kulcsra zárható széfek, amelyek az értékek megőrzését szolgálják, illetőleg a sétánynak, a térköves sétánynak a teljes körű felújítása történt meg. A rakamazi strand felújításaira több mint 30 millió forint támogatást kapott az önkormányzat a Kisfaludi programban. Mint azt Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a szálloda és panzió fejlesztések után most az üdülő övezetek megújítására adnak lehetőséget a hazai és az uniós turisztikai pályázatok. Volt az elmúlt években egy komoly szálláshelyfejlesztés, ez megnyilvánult szállodák építésében és a Kisfaludi programban panziók építésében. Most pedig arra koncentrálunk, hogy a belföldi turizmus úgy erősödjön, hogy az itteni infrastruktúrát, büféket, mosdókat, napozóstégeket lehessen. Itt konkrétan el tudom mondani, hogy a rakamazi Tiszaparton térköves járdát alakítottak ki, babamama öltözőszekrényt alakítottak ki, wifi hálózatot, kamerarendszert, napozóstégeket szereztek be, napozóágyak, napozóágyak vannak, tehát úgy vesszük észre is ebben a csodálatos környezetben, hogy várjuk a vendégeket, minél több vendégészakát töltsenek el. Ráadásul a rakamazi Tiszapart, az itt van a hegyalja kapujában, Tokaj-hegyalji térség egy komoly fejlesztés alatt van, már nem is mondom, hogy előtt, hanem alatt van. A politikus hozzátette, a járványhelyzet miatt az emberek az elmúlt másfél évben a belföldi turizmust részesítették előnyben. Éppen ezért Tokaj és Nyíregyháza térségét is kiemelt turisztikai övezetté nyilvánította az országgyűlés. Ennek keretében a Tisza vonalának több településén, így Tiszalökön, Tiszadadán és Ibrányban is fejlesztették a szabadstrandokat, és újabb beruházások kezdődnek meg a közeljövőben.